Több éve problémaként jelentkezett a személygépjárművel közlekedő körében a Szerencsi belvárosban a parkolás. A jelenlegi polgármester és az önkormányzati képviselők hivatalba lépése után folyamatosan azon dolgoztak, hogy erre a naponta felmerülő gondra megoldást találjanak. Hosszas tárgyalások és egyeztetések után a helyi grémium úgy döntött, hogy a vasútállomással szemközti területen 50 férőhelyes megállóhelyet létesítenek a vasúttal közlekedőknek. Ez a projekt idén tavasz végére előre láthatólag elkészül. Egy Európai Uniós pályázat részeként turisztikai fejlesztések, épületek energetikai korszerűsítései, iparterületfejlesztés, valamint környezettudatos és gazdaságélénkítő újítások valósulnak meg Szerencsen. Ennek a beruházásnak a keretében 30 új parkolót alakítanak ki a szerencsi községi fürdő melletti területen. A kivitelező megkezdte a munkálatokat a területen. Európai Uniós pályázat útján a turisztikai fejlesztés egyik alprojektje. Körülbelül 30 parkolóhely kerül kialakításra, már a kivitelező elkezdte, tehát a úgynevezett tükörnek a készítése folyik. Korábban is felvetődött a városban a fürdő és a római katolikus egyházi plebánia közötti területen a parkolónak az elkészítése. Hozzá is kezdtek, de akkor, mivel még a Szerencsi fürdő alatt lévő Szerencs forrás a helyi vízellátásnak egy fontos bázisa volt, emiatt megálltak a munkálatok, hiszen azt a forrást nem lehetett elszennyezni. Közismert ugye, hogy egy vízminőségjavító közel 8 milliárdos projekt zárult a tavalyi év folyamán, aminek következtében ugye Tokajból és Golopról kapjuk a egészségesebb ivóvizet, ezáltal a Szerencsi forrásnak a kútja felszabadult. Pontosan a tegnapi nap kapta vissza a város a Borsodvíz ZRT-től üzemeltetésre ezt a forrást, tehát semmi akadálya annak, hogy a parkoló elkészüljön. Európai Uniós forrásnak és a közmunkaprogramnak köszönhetően több mint 80 férőhelyes új parkoló készül el az elkövetkezendő 60 napban Szerencsen, amelyek előreláthatólag enyhíteni fogják a parkolási gondokat. Ezeknek a megállóhelyeknek szükség van a folyamatos rendben tartására, így felmerülhet a kérdés, hogy szedjenek-e ezért a szolgáltatásért egy jelképes összeget a sofőröktől. A polgármester szeretné a települ továbbra is fenntartani a térítésmentes parkolás lehetőségét, azonban ebben a kérdésben a testület közös döntése lesz a mérvadó. Gyakorlatilag ez a város képviselő testülete elé fog kerülni, és a képviselők véleményére és a városlakók véleményére leszünk kíváncsiak a parkolás tekintetében. Nagy valószínűséggel ingyenessé fogjuk tenni, de azt is meg kell vizsgálni majd a képviselőknek. Ugye a város nincs könnyű helyzetben, ismerjük az anyagi gondjainkat, valószínű, hogy meg fogjuk az embereket is kérdezni valamilyen csatornán, hogy akkor ez hogyan üzemeljen. Egyelőre nekem az a tervem, hogy ingyenes, még egyszer mondom, testület, és az embereknek lehetővé tesszük, hogy véleményt formáljanak arról, hogy szabad-e ingyenesen ezt működtetni, avagy egy jelképes díjat szedjünk. A községi fürdő és a római katolikus plébánia közötti területen a kivitelező már megkezdte a tereprendezési munkálatokat, amelynek elkészítésére 60 nap áll a rendelkezésükre. Az autósok közlekedését megkönnyítve kiszélesítik majd a bejáratot, hogy két gépjármű is elférjen egymás mellett. A parkoló területnek lesz nyitvatartása, amelynek időpontjában lehet majd azt használni.